Augusztus 15-e ünnep volt a bringa szerelmeseinek. A kánikulában 14,5 kilométeres kerekezéssel fejezték ki örömüket afelett, hogy mostantól mindenki biztonságosan közlekedhet a két település között. Mi egyébként is érzelmileg egy picit túlfűtött állapotban vagyunk most emiatt, mert nagyon régi vágyunk volt az, hogy ez a kerékpárút megépüljön, ugyanis a Ritmika Sport Egyesülettel nekünk nagyon jó a kapcsolatunk, és a bringatúráinkban nem tudtuk őket bekapcsolni, éppen azért, mert a biztonságos közlekedés hiányában ez meghiúsult. Hogyha a bringás társadalom szempontjából nézem a dolgot, akkor pedig egy hatalmas nagy öröm, mert még 14,5 kilométerre több bringa út, amin biztonságosan tudunk tekerni. Az új bringa út átadása azért fontos, mert ennek elkészültével olyan kerékpárút rendszer egy új szakasza készült el, amely turisztikailag és gazdaságilag is összeköti a térség fontosabb településeit, Kiskunhalastól Kecelen át Kiskörösig, és most már tovább egészen Akasztóig. A mostani örömkerekezésen két településről, Kiskörösről és Akasztóról egymással szemben indultak el a bringások. Mindkét rajt helyszínéről 12 órára érkeztek meg az akasztói halascsárdába, ahol az út ténylegesen véget ért. 248 pontosan az előregisztráltak, akik az online felületen beregisztráltak, és ezen kívül körülbelül egy olyan 60-80 ember, aki nem regisztrált be, de a rendezvényünkön részt vett. Úgyhogy ennyire 200 a 200, tehát én úgy gondolom, hogy 300 fő fölött vagyunk jelenleg. És ebből hányan akasztóiak? Hányan akasztóiak, bocsánat, igen. A Akasztóról körülbelül, ahogy néztünk, úgy mondom, hogy Akasztó, Csengőt, Hartat, tehát ez körülbelül egy 60 ember, akik ehhez csatlakoztak. A halascsárdában tartott ünnepélyes ceremónián a szervezők mellett Domonyi László Kiskörös és Suhajda Antal Akasztó polgármestere is köszöntötte a résztvevőket. Ezt követően finom halászlével és tortával kínálták a kerekeseket.